Na srácok, hát itt vagyunk Újpest város kapunál, és nagyon-nagyon sokan kérdeztetek tőlem, ne haragudjatok a hangom miatt, de sajnos megbetegedtem. De nagyon-nagyon sokan kérdeztétek a metró megállókat bemutató videóm után, hogy Újpest város kapu most akkor tényleg össze lett kötve a vasúttal egy lift segítségével, mert hogy ugye erről volt szó, és hát valóban erre nem tértem ki az akkori videómban, és tulajdonképpen ezt a hibát elkövetve ugyan, de most javítva csinálom ezt a videót. És hát kijöttem ide, Újpest városkapura, és akkor most tényleg csak ezzel fogunk foglalkozni, és megnézzük, hogy ez valóban így van-e. Na és hát konkrétan itt a lift. Láthatjátok, hogy azt ígér nekünk, hogy van egy gyalogos kijárati rész, és van a perorra menő. Tehát konkrétan ha itt a metróba, ugye, arról érkezünk, ha itt a metróba felszállsz, vagy beszállsz a liftbe, akkor konkrétan a perorra fog vinni. Ugye ez az újpesti vasúti megállóhely, nem összekeverendő a Rákospalota Újpest állomással. Na, hát ez szuper hír, és akkor láthatjátok, Újpest városkapu, metró, most pedig mindjárt elindulunk felfelé, az ígérethez hűen. És ez lesz az úgynevezett földszint. És hát láthatjátok, hogy akkor az első megállunk úgymond a földszint, Újpest városkapu és környéke, ugye itt kezdődnek ezek a lakótelepi részek, és ott fent már a vasutat láthatjátok. És ugye a környezet az nem túl szép, pedig mind fent az esztergomi vonal, illetve a megálló is nagyon-nagyon szépen ki lett dolgozva és kivitelezve lett. Mind ugye a metró megálló fel lett újítva, de hát ugye maga ez a aluljáró rész tulajdonképpen, ami itt a vasút alatt, illetve a metró lejáratához vezető lépcsőt adja nekünk, ez a rész itt nem lett felújítva, mert hogy tudtommal ez az önkormányzat tulajdonában áll, és neki kéne felújítani. Ami azért ad nekünk egy ilyen kétes érzés, nem? Tehát nem, nincs úgy egészben a történet, pedig mondom, mind a vasút, mind a metró most már itt tényleg fullon van, és fel van újítva, és már csak ennek kellene valahogy rendben kinéznie, és akkor az egész úgy tényleg egyben lenne. Itt pedig hát régen valamikor telefonfülkék voltak, jó sok, ugye régen azért igényelte a nép, úgymond, ugye ezt 1990-ben adták át ezt a szakaszt és ezt a megállót is. Hát 1990-ben még baromira nem volt mobiltelefon, úgyhogy akkor még a nyilvános telefonálás egy teljesen természetes dolog volt, ugye ez ma már teljesen eltűnt. Tehát az utóbbi 10 évben ez kiment az emberek fejéből is, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy nyilvános telefon, pedig valamikor nem volt más, még én is, pedig én sem vagyok egy túl idős ember, még én is használtam valamikor. És akkor ha tovább megyünk a lifttel, szuper hír, mert hogy ugye most itt voltunk a földszinten, és ha tovább megyünk, akkor már is a perorra visz minket a lift. És konkrétan felszállhatunk a vonatra, akár a nyugati, akár az esztergomi irányba, hiszen ez az esztergomi vasúti vonal része. Hát jó lenne, hogyha elindulnánk, nem? Jó, nem, nem nyomtam meg a gombot, ez volt a probléma. Fordulunk. És már is itt vagyunk az esztergomi vonalon és a Újpest megállónál. És hát egyébként ugye ez a vonal ez nemrég lett felújítva, és hoppá, jön egy vonat, pedig még nincs is ideje. Vagy igen? Nem baj, akkor viszont bemegyünk a nyugatiba. Mert hogy egyébként sokkal, bár ez a nyugati, nem, ez Angyalföld, bocsánat. Akkor viszont jól tudtam, mert 56 és 28-kor megy innen nyugatiba vonat, legalábbis a legjobb tudomásom szerint, és én arra is pályázok, úgyhogy majd a nyugatiba fogunk mi menni. De itt egy szép flört. S72.
Na, és hát akkor a válasz megvan, ugye valóban össze van kötve a metró a vasúttal, ugye itt a Kőbánya Kispest felé, vagyis hát az irányú metró megállóhoz vezet, ami mi feljöttünk, az pedig ugye az Újpest város központig tartandó metró irányra visz rá minket, és ugye itt láthatjátok Újpest, és igazából, hogyha itt vagytok Újpest városkapunál, és pont úgy van az idő, mert hogy azt hiszem, hogy mindig hétköznaponként legalábbis biztosan 28-56-kor érkezik ide vonat és megy be a nyugatiba, akkor szerintem inkább vonattal menjetek a nyugatiba, mint innen metróval, mert mondjuk időben szerintem egyébként még az is lehet, hogy hamarabb beértek metróval, lehetséges, nem tudom. És nem tudom, hogy ki hogy van vele, én rühellek metrózni, mert sötét van, semmit nem látsz, nem izgalmas, nem szeretem. Úgyhogy a vonat az király, menjetek vonattal szerintem legalábbis. Innen egy megálló egyébként konkrétan, tehát Újpest után már a nyugati ér következik. Úgyhogy hát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy bepótoltam mindent, amire kíváncsiak voltatok ezzel kapcsolatban, hiszen tényleg rengeteg kérdés jött. Úgyhogy én megköszönöm most nektek innen a figyelmet Újpestről, és találkozunk majd egy következő videóban, addig is sziasztok!